A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi célra jelölte ki és kötelezte a Bács-Kiskun megyei oktatókórházat a koronavírus fertőzéssel érintett lakosok vizsgálatára és az igazolt betegek ellátására. A betegbiztonság érdekében az intézmény megkezdte a felkészülést a fertőzöttek fogadására, izolálására, ellátására. A stábunkhoz eljuttatott közleményből kiderül, hogy a Nyíri úti székhelyen található krónikus belgyógyászati osztály, illetve az ápolási osztály átköltözött a Balaton utcai telephelyre. A Nyíri úti telephely bejáratainál egészségügyi szűréseket végeznek az intézménybe belépőknél, dolgozóknál és betegeknél a felállított sátrakban. A Nyíri úti 9 emeletes hotelépületben továbbra is a nem koronavírusos betegek ambuláns és sürgőségi ellátása történik. A nem koronavírus gyanús betegeket ellátó részlegek és a járóbeteg ellátás az eddigi kialakított rendszerint működnek továbbra is. A koronavírus gyanús betegek ellátására az intézmény az új A épület 1-es lezárható, izolálható részeit jelölte ki. Az A épület földszintjén található szakrendelések átköltöztek a rendelőintézetbe, vagyis a nőgyógyászati szülészeti járóbeteg ellátás, a CTG, az ultrahang, a terhes gondozás, a genetika, a sürgős nőgyógyászati és gyermekvérvétel, gyermekkardiológia és gyermekpulmonológiai szakrendelés. A sürgősségi betegellátó osztály, illetve a sürgősségi baleseti ambulancia fertőző gyanús betegeit az A épület földszintjén látják el. A DSA labor marad a földszinti, lezárható, különmentő bejárattal rendelkező jelenlegi helyén. Az újszülött részleg, a gyermekágyas részleg, a szülőszoba, nőgyógyászati műtő és a koraszülött részleg marad a szintén izolálható helyén. A rendkívüli látogatási engedély kiadásával kapcsolatos eljárás rend nem változott. A kórház kéri, hogy saját, hozzátartozói és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében mindenki fontolja meg, hogy bentartózkodása feltétlenül szükséges-e.